Na hát úgy néz ki, és kacok, hogy itt megpróbáltunk volna PD-ezni, de úgy néz ki, hogy nem járunk sikerrel, de hogyha menet közben esetleg sikerre járnánk, akkor gyorsan kilépek a gameből, aztán pereg a pénzrablási. Addig is farmolunk egy kicsit a Diablóba. Remélhetőleg mi hamarabb megoldódnak a PD3 körül a dolgok. Let's go! Szevasztok! Üdv mindenkinek! Na nézzük. Kell egy kis válogatás. Bár gyors dolgom lesz, mert egy könnyű dolgom lesz, úgyhogy gyors leszek. Ezek még érdekes, izgalmasnak tűnnek. Szevasz, Istog! Szervusz, X-es! Szóval, ami nekünk kell nagyon, az egy offhand, azaz egy quiver. De mivel még nem bírjuk a Torment 16-ot, ezért Greater Riftet pusolunk. Mizus X-tes, Mizus Istog. Kicsit sokat a negatívom a PD körül. Hát az early launch sikerült fényesen. Azt amúgy stressz teszt volt a hétvégén. Hát igen, ez eddig nem fényes. Az biztos. Ez nem jó. Vagy más negatívumra gondoltak? Lányán akartam nézni, de Epiken több mint 3 órát csúszott. Ja, hát igen. Aztán a PSS izéről ne is beszéljünk, hogy PSM meg rossz verzió volt a store-ba. Úgyhogy a PSS-ek meg azért nem tudtak vele játszani. Hoppá, csak nem szakás lesz a liston. Kamera, ezt készülsz a második részre?
Basszus. Nem, de azért nem rossz tudni, hogy hogy kell csinálni. Ja. Az a gond, hogy ezen a nehézségen túl erősek vagyunk, de a mobok meg még mindig gyorsan szétcsapnak. Mert ugye az kéne, hogy többször tudjak egy mobra rácsapni, ahhoz meg már följebb kéne menni nagyobb nehézségre, viszont a karakter meg ugye nem bírja. Úgyhogy ez így nem a legjobb. Hát be kell ruházni egy gófli sütőre is, tag nincs mese. Hoppá, elnyomta az a hovét. Arrébb ennyi van. Látjátok? Tehát, hogy így ennyire erősek vagyunk. És kaptam kettő ízét. Azt mondja, hogy a 35-ösért. Aha. Meg, hogy szettel is megcsináltam. Let's see the gem. Let's see the gem. Azt mondja, hogy ami nekünk kell, az... Gem, igen, Bane of the Trapped, Gogok, és Ezoterik. Aha, itt Ezoterikot mondanak. Pillanat. Ja, a Pain Enhancert mondják még. Hát jó van, akkor addig addig húzom ezt. Na, de mehetünk még följebb, mondjuk 38-ra. Valószínűleg amúgy itt is már halni fogunk. És akkor sima rifteket kéne csinálni. Gondolom. Jól van, majd mutathatod is a profi palacsintáidat. Ha
Milyen pajzsos volt? Mi a fana? Jaj, hát át kéne rakni amúgy a passzívunkat, hogy a HP globokból kapjuk a resource-t. Most az van megcsinálva, hogy a hatred generáló képességem sokkal több hatredet ad. Hát, nagyon benne voltunk a tömegben. Nem tudom, hogy össze tudjuk eszedni azt a pár százalékot. Még 5% kéne, és amúgy rossz irányba jöttünk. Mármint, hogyha így eliteket akarok. Na végre. Azt hittem, hogy ez a Pain and Force, de nem. Ja, nem volt plusz egy, úgyhogy meghaltam. Szerintem a kövin is halni fogunk. Na, 40-es a kövi, Torment 9. Hát, ez már sok. Ez sajnos már sok. Nagyon gyorsan eltűnik a HP-m, hogyha eltalálnak. Hát ugye Torment 16 is bírható, hogyha nem találnak el. De hát arra nem lehet appellálni. Ki tudja, mikor talál el egy kósza nyílvessző. Ja, megint nem raktam át a képességet. Micsoda, játszhatunk? Na. Már is nézem. Ez itt már a PD3 izéje. Váróparti lesz. Nézzük csak. Addig leveszem a hangot. Nehogy itt összeakadjanak a dolgok.
Megnyomtam a bármelyik gombot. Nagyon jó. Elvileg most már csak az invite kell. Nagyon jó. Hát ez zseniális. Na hát akkor, srácok, ennyi volt a diablózási. Mentek a Greater Riftek, úgyhogy folytatjuk majd legközelebb. Remélem, hogy élveztétek ezt a kis hiánybetöltő diablózást.